tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait a mai rendes testületülésünkön, a meghívót napirendet kiküldtük. Először is megállapítom, hogy a testület határozat képes, bár két tagunk, Celau Gábor úr hirtelen tennivaló miatt, és Rados Gábor úr betegség miatt nem tud jelen lenni. Ettől függetlenül a hétfős testületből 5-en jelen vagyunk, tehát a testület határozat képes. A kiadott napirendnek megfelelően folyna a mai ülés. Kiadtuk hozzá az anyagokat is. Szeretném megkérdezni, hogy a kiadott napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek módosító indítványa vagy egyéb napirendi javaslata. Ha nincs, akkor kérem, hogy aki a kiadott meghívóba közölt napirenden egyetért, azt készre tartásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy akkor az ülés, tehát határozat képes is a elfogadott napirend szerint folytatjuk a mai ülést. Kezdjük meg. Az első napirendi pontunk a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos döntések megtárgyalás és elfogadása. Így gyakorlatilag két szerződésről van szó, amit kérem a felhatalmazást, hogy aláírhassam. Felelőnítésként az előkészítő anyagot onnan elolvastátok. Még előzetesen annyit szeretnénk elmondani, februárban emlékeztek, döntöttünk a település rendezési terv elkészítetéséről, még erre a 20 milliós jutalomkeret terhére. Majd utána ugye elmúlt az idő és változtak a jogszabályok, és napirendre kerültünk ünnep település arculati kézikönyvet és településképi rendeletet is kell alkotni október 1-ig. És ezért április, nem tudom, hanyadikán ülésünkön döntés született arról, hogy elkészíthetjük az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet, hogy megfeleljünk az előírásoknak, és erre arra támasztottok fel, hogy erre a megfelelő vállalkozásokat keressen meg. Most tehát behoztam két vállalkozási szerződést, az egyik a településképi rendelet és a település arculati kézikönyv elkészítésére szól, és most ebben az esetben azért nem hoztam több ajánlatot, mert, mint ahogy mondtam, a település rendezési tervet a Völgyzugoly Kft. Készíti nekünk, és mivel ez az egész három dolog, ez lényegében egy dologról szól, a mi esetünkben, ez szakmailag nonsens lenne, hogy az általános település rendezési tervet készíti egy cég, és egy más cég készíti az arculati könyvet, meg a településképi rendeletet. Ugyanazon dolog különféle aspektusairól van szó. Így tehát a Völgyzugoyt kértem tőlük ajánlatot. Itt van ez kiadtam, ez a tervezés tervezet, kiadtuk 800 000 forint plusz áfáért, az 1 millió bruttóba, 1 millió 16 ezer forintért vállalták ezt a munkát. Ez még azt el szeretném mondani, hogy a kormány úgy határozott, hogy mivel ez egy általános országos feladat, erre külön plusz támogatást ad, és ez már itt meg is jelent a rendeletben, pénzt még nem kaptunk, meg 1 millió forintot kap elvileg minden település, tehát így ez elvileg meg lesz finanszírozva. Ami ezzel kapcsolatos másik dolog, hogy ugyanakkor ennek a két jogintézménynek a megalkotáshoz állami főépítést is kellett fogadni, ez kötelező, csak az annak a felügyelet, ami alatt készülhet ez a dolog. Ugyanazt a főépítést, Kenyeres István urat kértem föl, vagy kértem ajánlatot, aki a községrendési terv a főépítési feladatot ellátja. A kilátkapcsolni azért zúg, mert van fönt egy szivattyú padláson meg is az dolgozik. No, tehát Kenyeres István úr a főépítész, hogy 200 000 forint plusz áfáért vállalt ezt a feladatot, és most ezzel kapcsolatban tehát az a dolgunk, hogy mivel áprilisban döntés született a település arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről, most fogadjuk el azt a céget, aki ezt csinálni fogja, tehát azt a főépítést, és ezt követően indul meg maga majd a munka.
főépítész úr jelezte, hogy a jövő héten lakossági fórumot kell ezzel kapcsolatban tartani, ehhez már kapcsolódnak napirendi pontok, ugye a partnerségi rendelet is. Magyarul ezeket a dolgokat csak széles társadalmi viták folyamán kapcsán lehet elfogadni, tehát az emberekkel ezt a dolgot meg kell ismertetni, meg kell beszélni vállalkozásokkal, egyéb szervezetekkel, tehát széles körű demokratikus módon kell ezt véghez vinni. Erre egy állami, illetve kormányrendelet rendelkezik is, hogy mi az a minimális fórumrendszer, amiben ezt meg kell tárgyalni. Na, egyébként a település arculati kézikönyvről, hogy ne dadogják, egyszer már erről hosszasabban beszéltünk, mert elég furcsa dolgok ezek, de azért annyit a nyilvánosság előtt is elmondanék, hogy a település arculati kézikönyv a kormányrendelet 12 mellével tartalmi követelményei szerint készül, meghatározva a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat iránymutatva az építkezésekhez, a minőségi épített környezet fenntartása és fenntarthatósága érdekében. Ez az úgynevezett arculati kézikönyv. Azt hiszem, a legegyszerűbben úgy fogalmazhatnám, meg a nevében is benne van, a településről egy fényképes és rajzos kép, mint egy honlap gyakorlatilag be. Tehát, hogy milyen legyen a település képe, arculata, más szót nem tudok használni, ez foglalja ezt magába a különféle műszaki és egyéb eszközök révén. Ez az alapozó anyag a település képi rendeletnek, amely tulajdonképpen arról szól, hogy a fentiek szerinti település képi rendelet megalkotása során a kormányrendelet értelmében a település képhez való illeszkedés biztosításának, a település szerkezet, táji környezet, település karakter megőrzésének, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmének, a reklámok és reklámhordozók cégének és egyéb műszaki berendezések elhelyezésével kapcsolatos településképi követelmények szabályozását foglalja magába a településképi rendelet. Na most magyarul ez egy szakmai anyag, ezért van az, hogy ez csak építész szakember felügyeletével készülhet. Tehát ez a munka most fog elindulni, majd egy fórumot határozunk meg, ahol a lakosságnak elmondjuk, hogy tulajdonképpen mit akarunk tenni, miről van szó, az építész ezt közérthetőben majd elmondja. Elkezdik a munkát, és amikor eljutnak egy szakaszba, akkor ismét véleményeztetni kell ezt megfelelő lakossági fórumokon, gazdálkodó szervezeteken, stb. És ha ott van módosítás, vagy javaslat, azt a testületnek el kell fogadni, és a legvégül megszületik maga a rendelet, illetve az arculati kézikönyv. Tehát ez egy hosszadalmasabb, 3-4 hónapos szakfeladat, amelyet még egyszer mondom, főépítész irányít. Körülbelül ennyit, hogy azért mégis egy kicsit érthetőbb legyen, mert elég nem mindennapi dolgok ezek, hogy így mondjam. Még egyszer mondom, akkor két szerződést kéne elfogadni. Kérem a képviselő testületet, hogy arról beszéljünk, hogy a Völgyzugoly Kft. Szeretnénk megbízni ezzel az arculati kézikönyv és településképi rendelet szakmai elkészítésével 8000 forintos áfával. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen vélemény vagy kérdés. A tervezési szerződést kiadtuk. Ez egy 4-5 oldalas. Arra, hogy mit kell tenni, mi a határidő, mi a fizetésmódja. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen kérdés. Ha nincs, akkor az a kérésem, hogy aki elfogadja, hogy a település arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel készítessük 8000 forint plusz áfa összeggel, aki ezzel egyet. 800 000 forint, nem ennyi mondom? 800 000 forint plusz áfa, azaz 1 016 000 forintot bruttó összeggel, aki ezt elfogadja, kérem, hogy készfenntartásra jelezze. Köszönöm. És mivel említettem az előbb, hogy ezen munkához kötelező a főépítész foglalkoztatása, a vele kötelező megbízási szerződés tervezetét is kiadtuk, mindenki olvashatta.
aki egyetért azzal, hogy a kenyeres konzulti tanácsadó BT-vel kössünk szerződést Kenyeres István úr személyébe, ő a főépítész, és ő ezt a feladatot 200 000 forint plusz áfa összegért vezényi le, illetve az ő szakmai felügyeletében készül. Aki ezt a megbízási szerződést elfogadja, az kérem, hogy készfenntartásra jelezze. Megalakítom egy testület a Kenyeres Konzulti Tanácsadó BT-vel 200 000 forint plusz áfa értékbe meghatalmazott, hogy a szerződést megkösse. Ezzel kapcsolatban ennyit az első napi rendi ponttal, és át is térnék a második napi rendi pontra, mert már részben említettem az elsőbe is, hogy ugye erről a három dologról beszélünk, az arculati könyvről, a településképi rendeletről és a település rendezésről, amit még februárban szintén a bölcsőgolyó végez. Ehhez a három dolognak megvan a minimális előírása, hogy hogyan kell ezt az érintettekkel ismertetni, tehát a széleskörű társadalmasításnak az egész folyamat rendszerét rendeletbe kell szabályozni a képviselő testületnek. Ez kötelező, és ebbe is, hogy egy kicsit érthető legyen a dolog, érintem, elolvasnám, arról lenne szó tulajdonképpen, hogy azt mondja, a kormányrendelet, a településképi rendelet és a település arculati kézikönyv államigazgatás egyeztetésének és elfogadásának rendjét széleskörű társadalmasítás és partnerségi egyeztetés mellett a település rendezési eszközök egyeztetési rendjéhez hasonlóan szintén kötelezően szabályozza. A partnerségi rendelet, mint ahogy kiadtuk a anyagban is, egységesen szabályozza a partnerek bevonását, a széleskörű nyilvánosság biztosítását. A nyilvánosság bevonása biztosítja a vélemények összehangolását, ezáltal a helyi közösség aktív részvételét a tervek készítési folyamatában. A partnerségi szabályozás többféle településfejlesztési és településrendezési dokumentum, településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv elkészítése nyújt egységes szabályozást. Kiadtunk tehát egy rendelettervezetet, ami arról szól, hogy ezt a három dokumentumot kik a partnerek, ugye itt felsorolja, hogy az területen élő lakosság, a település területén működő érdekképviseleti szervezetek és civil szervek, tehát magyarul Régeivár Alapítvány, Sugárkankali Turisztika Egyesület és minden olyan civil szervezet, ami létezik, akkor a telephelyen rendelkező gazdálkodó szervezetek és a vallási közösségek. Tehát ezeket tekintjük partnereknek, és ebben a rendeletben az van leszabályozva, a kormányrendelet minimál előírását figyelembe véve, hogy a különféle működési szakaszokban hogyan és milyen formában kell velük ebbe a partnerségbe együttműködni, tehát milyen formát hívunk össze, annak mi a összehívási rendje, ott jegyzőkönyvet kell vezetni, ott a véleményeket, hogy kell utána kezelni, hogy kell nyilván tartani, erről szólt a rendelet. Van egy úgynevezett előzetes tájékoztatás, amire említettem is, hogy a főépítész úr kérte, hogy a jövő hétre majd beszéljük meg, hogy mi lenne az alkalmas időpont egy lakossági fórumra, amikor eljön és meg elmondja a lakosságnak, hogy tulajdonképpen mire készülünk. Ez az úgynevezett előzetes tájékoztatás. Erről ugye 8 nappal előtte helybeszokásos módon értesíteni kell a lakosságot, hirdetni útján, honlapot, stb. Majd, amikor elindul a munka, akkor az úgynevezett véleményezési eljárás során szintén különféle fórumokat kell tartani, és erre van egy forma nyomtatvány, és amit majd kiadunk a civil szervezeteknek, gazdálkodó egységeknek, és azon benyújthatják a véleményüket, mert majd meg fogják ismerni természetesen az anyagot. Gyakorlatilag erről szól ez a rendelet, tervezet, amit még egyszer mondom, nem szeretném felolvasni, hiszen kiadtuk, volt módot tanulmányozni, de röviden próbáltam összefoglalni. Egyetlen egy elnézést kérek, tehát dejtára egy természetesen régen talán értendő, mert tévesen van rendeletet.
régi falánkban, illetve tétlen. De mivel a többi településen hasonló van, ez a oka. Nagyon röviden, erről lenne szó, átadom a szót, hogy ezzel az egész, amit eddig elmondtam, de főleg a partnerségi rendelet tervezetre koncentrálva, bármilyen észrevétel vagy kérdés van, én. Előzőben nem hiszem, hogy tudnánk ebben bármit. Ezek kötelező elemek, tehát ez mind előírják a törvényeket, ezt meg kell tennünk egy ilyen rendeletet alkotni. Ez szerint a rendelet előírása szerint is fogjuk bonyolítani a munkát. Kérem akkor, hogy aki a településfejlesztés és településrendezési dokumentum, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályokhoz szóló rendelet tervezetet elfogadja, az készpénztartás érdekében. Köszönöm. Megalapítom, hogy a rendelet tervezetet képviselőt egyhangulat elfogadta. Majd visszatérünk az egyebekbe, kicsit beszélgetünk róla, hogy melyik nap lenne alkalmas valamelyik délután a fórumot megtartjuk. És akkor eljutottunk egy kicsit beszélgetősebb a harmadik napi rendi pontunkhoz. Ugye említettem, hogy februárban eldöntöttük, hogy mivel 2003-ban készült az utolsó településrendezési tervünk, újat készítettünk, ezt 6,6 millió forintért a Völgyzugai Kft. Készíti, ez is ugye a konszolidációs pénz terhére megy, még tavaly eldöntöttük ezt, ez a munka már folyik, elindul, mondtam akkor is, hogy ez is egy több hónapos hosszadalmas szakasz lesz. Ennek az első szakasz az zárult le most, tehát itt tulajdonképpen a település jövőjét meghatározó, a településfejlesztési koncepció kérdésére, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy a jövőben a jelenlegi önkormányzat mit gondol a faluról, a falu fejlődését, gazdaságát, társadalmát, és az egész falu jövőjét hogyan látja, milyen célokat határoz meg. Tehát erről szól ugye a településfejlesztési koncepció, integrált területfejlesztési stratégia, és települési eszközök, amit tulajdonképpen a település szerkezeti tervről és a szabályozási tervről, mert észről, helyi szabályozatról szól. Ezek mind szak dolgok, ezek mind meg fogja ismerni a lakosság is, és ti is. Tehát erről szól tulajdonképpen a település fejlesztési rendelet összességében. És ennek most lezárult egy úgynevezett előkészítő szakasza, azaz magyarul az a cég, aki ezt készíti, több hónapig, hétig, több alkalommal ide jár, különféle adatokat beszerzett, és elkészített az úgynevezett helyzetfelmérés, helyzetértékelést, és készített egy elég vastos, komoly anyagot, itt van ez nekem kinyomtatva, két példányok küldték el, de nektek elküldtük ugye e-mailen, hogy tudjátok tanulmányozni, és mondtam akkor is, hogy nagyon hasznos térképek vannak benne, azért is jó ez helyrelezi számok ismertes a többi. És ezt a cég most tehát azért adta ki, és azért fontos dolog ez, hogyha ezt az anyagot mi jónak tartjuk, azt gondoljuk, hogy nincs benne tárgyi tévedés, valóban jól tárja fel ilyen a falu gazdasága, társadalma, szervezeti működése, és minden, amiről szól, nagyon sok mindenről, mert röviden végigmegyünk. Ha ezen megalapításokkal egyetért, akkor ezt el kell fogadjuk, és azt mondjuk, hogy jó az anyag, ezt elfogadjuk, hogy erre épüljön a következő terv, mint alapra. Hiszen ez egy helyzet értékelés, mindent megalapozó vizsgálat, és azért, hogy a terv jó legyen, fontos, hogy a megalapozó vizsgálat helyes és jó legyen. Ezért tartottam én ezt fontosnak, hogy kiadjuk és nézzük át. Hát ez az anyag, én úgy gondolom, hogy egy elég egyrészt részletes, és én egy elég komolyan átgondolt jó anyagnak tartom. Én természetesen betűről elolvastuk, megmondom őszintén, jó néhány hibát találtam benne, és ugye ennek a lényeg, hogy jövő héten jönnek a tervezők, és mindaz, amit erről most mond a testület, meg amik hibákat felfedeztünk, azt átbeszéljük,
és mikor ez megtörtént, utána mondják azt, hogy na, akkor elkezdjük a tervezést. Hát elsősorban olyan hibákat találtak bennem, csak mondok példát, hogy a Honti útat Horti útnak hívják. Ez egy elírás, de nyilván akkor legyen olyan anyagunk, ami már helyes, tehát ilyenek ne legyenek benne. De egyébként megállapításokkal is egy-két esetben majd átadom nektek a szót, mert gondolom elolvastátok. Én el fogom nekik mondani, hogy példákat szeretnék erre mondani. Ami érdekes, itt a végén van ugye a végkonklúzió, hogyha valakinek nem is volt ide elolvasni, de a végén van egy összefoglaló. Azt mondja, vizsgálatok összefoglalása. Hát nagyon hasznos adatok vannak benne, tehát ugye mennyi az területtel a falunak, külterület, belterület, ez mindenkinek jó, elteszi, lakosságszám, stb. Hát például ilyen, hogy azt mondja, hogy a szelektív gyűjtés szigeteken valósul meg, nem igaz, mert csak részben szigeteken, hiszen van ugye zsákos gyűjtés is. Aztán szerepel benne még a Szondi Lakatosipari Szövetkezet, ami már nincs, csak apró dolgokat mondok. Aztán itt azt mondja, hogy Drégelyen semmilyen közintézmény nincs, csak egy volt ital volt, ami bezárt. Most, hogy nem nagy dolog, hogy helyesek vagyunk. Igen, van ott egy üzlet, általában egy ABC például. Amit nem értem, hogy mire alapodnak, azt mondja, hogy a településen jellemző a gyalogjárda, a gyalog átkelőhely és a kerékpárút hiánya. Na most, hogy a kerékpárút hiánya jellemző, ez nincs mit vitatkoznom. Azon sem, hogy a gyalog átkelőhely hiánya jellemző, egyetlen gyalog átkelőhely sincs. Az anyagban valahol írja, hogy nincs felfestett, tehát magyarul zebra, és például a központban egyébként van neki szerintem igaza, tehát ezeket majd el kell dönteni. De az, hogy a településen jellemző a járda hiány, én most nem azt mondom, hogy tehát, most ha végigvesszük, az Arany János utcában nincs járda, itt a Vasút utcában, de nem is lehet, hogy nincs hol hely. A Petőfi utcában nincs járda, erre lefelé, ott is egyszerűen. Na de másrészt azért az utcák olyanok, hogy bőven el lehet menni, közlekedni az úton, hiszen van 2-3-4 ház, tehát nincs olyan forgalom, hogy ott. Aztán a Vasút utcában nincs járda. Kossuth, mondjuk a Kossuth utca az, ahol tényleg nagyon indokolt lenne. Kossuth utcában indokolt lenne, meg régiek emlékezhetnek, terveztük mi, azt az anyag megemlíti hiányosságét, igaza van, hogy a Szondi parttól a nagyállomásig nincsen járda, és ott tényleg autóbusz, tényleg sikosság, csak ott ugye az úttal nem tudtunk megegyezni, mert az a közút, ugye az a állami út. De egyébként szerintem majdnem mindenütt van járda, de most mindezeket egybevetve, ezek ismeretében azt kijelenteni, hogy a településen jellemző a járda hiány, azért így nem lehet mondani. Tehát egy-két helyen valóban kéne, inkább az a jellemző, általában van járda. De most ezek nem döntő meghatározás, csak azért mondom, hogy ilyeneket azért én kiszúrtam. Többek között azt mondják, hogy nem rendelkezünk környezetvédelmi rendelete és programmal. Ez nem igaz, mert rendelkezünk, ezt nem kérdezték meg, tehát át fogjuk nekik adni. Aztán ezt majd kérem, hogy fejtsék ki, hogy mindjárt adom nektek a szót, csak elmondom gyorsan, amit én itt írtam. Ugye egy egyedi kezelés igényű lehet a problémás területek. És itt felsorolja, hogy most ő ez anyag alapján mibe tenne változtatásokat. Azt mondja, kialakult zárványtelkék kérdésének megfelelő szabályozása. Zárványtelkék alatt érti, tehát a volt szállások alatt Tibé pincéje van, az aranyhombi szállásoki rész. Ugye a régiek tudják, hogy szőlők voltak. Mindenütt csak szőlő volt, és az mind a magánembereké volt gyakorlatilag, még a déli időben is, de mindenkinek volt szőlője, úgynevezett zárt kerti terület volt ez. És azt kérdezi, bocsánat, mindenki kapcsolom. Ha tudnám. Tehát azt mondja itt az anyag, hogy az egykori zárt kerti terület kezelése a települési rendezési eszközökben.
Tehát, hogy mit lehet ezekkel csinálni, mert ugye most ezeket mindenki elhagyta, és egy nagy csomó van. Hát majd, ha itt lesz a tervező, majd megkérdik tőle, hogy mégis milyen ötlete van. Aztán azt, hogy a település zöld felületi rendszerének megfelelő szabályozás az élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében. Nem tudom, mire gondol. Biztos igaza van, de nem tudom, mire gondol. Aztán a kialakult mély telektömbök feltárásának újragondolása. Ugye drén a kialakult telektömbök feltárásának újragondolása. Tehát ugye Drégelyen, ugye jelent az építési szerkezet, hogy általában szinte minden telken két-hár minimum volt, de három-négyen is laktak egy udvarban. Tehát Drégely végig ilyen. Nemes udvarban 12-en. Tehát tudjátok azért. Na most kihaltak az emberek, ott állt egy-két házas, ezekkel egyáltalán, hogy mi legyen, vagy hogy legyen, hát ez úgy gondolom, hogy szakmai kérdés, mert tőlük kérdezünk meg, mert nyilván település rendezés és település szerkezet szempontjából, és nekünk se, tehát ez az egész így nem jó. Valóban ezzel valamit kéne kezdeni, de hogy igazából mit lehet tenni, én ezt nem tudnám megmondani. És hát, tehát még egyszer mondom, hogy ezek után majd eljön ide az építész, és amit ő hibának tart, vagy szakmai szemmel, ezt nekünk majd elmondja, és akkor majd megtárgyaljuk. Most csak az anyag végén egy-két dolgot felvet, és javaslatot tesz, de maga az anyag nem arról szól, hogy mit kell tenni, hanem az, hogy most mi van. És ezt ugye, még egyszer mondom, nem akarok én annyira belemenni, de ha valaki elolvastatta, ugye, így foglalkozik ez az anyag gyakorlatilag mindennel. A földtannal, a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel, a földekkel, az erdőkkel, a társadalommal, az iskolával, a demográfiai jellemzőkkel, a közműellátottsággal, víz, villany, itt például tökéletesen megvannak minden azok, hogy hány kábelkötők van. Hol mennek a vezetékek, ez egy külön. A település gazdaságával, hány vállalkozással vannak, mit tesznek. A település használattal, a rövid település történetet leírja. Aztán a különféle területhasználatokat térképekkel illusztrálva. Tehát egy elég mélyen szántó és tartalmas anyagmillió térképpel. Aztán, hogy milyen természetvédelmi területek vannak, a Natura 2000-es helyrezi számok szerint felsorolva, hogy ott milyen követelmények vannak, mit szabad, mit nem szabad, amit a zöld területek rendszere, hol vannak zöld területek, a határmenti kapcsolatokat, a közlekedési helyzetet, kezdve a vonattól a kerékpáros közlekedésig, aztán a különféle ugye közműellátottság, erről az előbb beszéltem, az elektronikus hírközléstől kezdve a villamos ellátási gázi, szennyi térképekkel és a többi. És tehát magyarul minden, ami a faluban van, gazdaság, társadalom és minden az, amit tudunk és ahogy állunk, az le van írva tényszerűen. És innentől jön az, hogy na akkor erre alapozva hogyan látjuk a jövőt, milyen irányba menjünk, mit kell ehhez szabályozni, szakmailag is, hogy jó legyen és a testület, erről mit gondol. Tehát erről szól az egész történet, és erről, tehát még egyszer mondom, most megszületett az ügynek megalapodó vizsgálat, arról mondjuk, hogy a véleményt, és itt átadom nektek a szót, hogy el tudjuk-e fogadni ezt indulási alapnak, helyesen tárták-e fel a dolgokat, jól látják-e, vagy miket kell őket kigazítani. Gyakorlatilag erről szól ez a hármas napirend, ezt kéne megtárgyalni. És természetesen ebbe, ha később is, tehát mondom, jövő hét végén jön majd el, jönnek el és beszélünk erről, aztán utána a következő héten lenne ez a lakossági fórum, amikor ők is itt lesznek, meg az építész is. Tehát bőven lesz idő, hogyha közben esetleg valakinek még eszébe jut bármilyen hasznos gondolat, elképzelés, stb. De még egyszer mondom, most ezt a megalapozó anyagot kéne véleményezni. Átadom a szót, hogy
ehhez picit szóltok. Gondolom azért valamennyire bele néztetek és átnéztétek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudtam bele nézni, de nem kaptam meg. Nem kaptad meg? Nem. Nincs. Többiek? Nem megkaptam meg, és nem szóltam. Jó, akkor... Ha érted a 953? Föl. A patiászat, hogy elmegy mindenki. Itt van, nincs, nem. Nem tudta vissza a rendszer, egy csalat nem tudta kézbesíteni. De nem probléma, mivel éppen azért mondtam, hogy mivel jövő hét, meg utána van még lakossági fórum, tehát semmi nem veszett el, de én azért azt teszem, hogy mivel ebből küldte két példányúval, a Tibinek sincs internet, ő neki adtam egy példányú, hogy nézze meg, neked ezt most odadom, és akkor át tudod tanulmányozni, és akkor megnézzük még egyszer, hogy mi a hiba, mi hiba történt. Igen, csomagolom, mert becsomagolt fel, mert hatalmas egész. Hát azon a telefonon nem hiszem, hogy nem fiatalnak hozzá, azon ki tudja ülni? Nem. Tehát ahogy számítógép. Igen, ki tudná, de nem menjünk a visszatekben. Tehát szerintem egy számítógép kell. Igen, minden a következő. Jó. Jó, de se baj, nem mert még egyszer mondom, nem, ez rámegy nekem is, hogy két-három esténkor ez elég tömör anyag, de ha megbízok benne, az a véleményem nekem, hogy tényleg egy részletesen tagszerű. Egyébként, amivel vitatkozni nem lehet, az adatok többségét a KSH-tól szedte, amik például nekem nem tetszenek megalapítások, hogy például a szennyvízni 67%-os rákötési arányt írnak, ami szerintem nem igaz. Egyébként ebből már más oldalról is van vitánk, hiszen ugye a százalékhoz két viszony számolni kell, hogy mennyi az összes lakás és mennyi a rákötések száma. Most a rákötések számát megmondja, azon nincs mit vitatkozni, megmondja a DMRV, amennyi szerződés van nála, odaadja, hogy a 440-450 darab van. A probléma ott van, és ez már szennyvízni is ebben vita volt, hogy Régepalánkon is az anyagban is ez van benne, de ez meg KSH adat. 650 lakás van. Nekem meggyőződésem, és éppen mondtam a lányoknak, hogy a télen veszem a fáradtságot, és végigmegyünk lakásonként, tehát nem igaz, hogy Régepalánkon van 650 lakás. Ez a 2000. Mert én csak nektek példaként is tudok, itt most kiderítek majd egy térképet, de most elmondanám, hogy például a Régepalánkon, az Adi utca végén, itt már mindjárt megmutatom nektek a térképen, még legalább a dombtetőtől lefelé a kettes útig, legalább 10 lakás mutat. Gyuri vendégek ott laktak, Tibi képbe vagy. Nem tudom, na most ugye ő nem tud mit csinálni, mert ő a földhivatalból kért a térképeket. Ha egy lakás akkor létezik, ha megépítik, és utána használatbevételi engedélyt kérnek rá, használatbevételi engedély alapján térképi nyilvántartásba bevezi. Ha ezt nem kérik meg a valóságban, ott lehet a térképen, nem lesz rajta. De ennek az ellenkezője is igaz, mert a bontást elvégezték úgy, hogy ez a földhivatalon nem futott keresztül. Ebből eredően a térképen rajta van. Csak ott lent régen, akkor a kisállomás alatt, hát a Gáborkaék, amiben laktak, az is egy rom, és ott is van, vagy hát, azok mindig léteznek. Naniékes, és itt a faluba, még ha megnézik a térképet, nagyon részletes térkép van. Még egyszer mondom, 30-40 házat simán tudnék mutatni, ami a térképen rajta van, de a valóságban effektíven nincs semmi. Na most, ez az egyik történet. A másik történet, csak megint mondok egy példát. Ha a Nemes udvar valaki megnézi, Trégelyen, tehát helybéliek vagyunk, mondhatjuk így, tehát tudjuk, hogy miről beszélünk. Ugye a Jenes Rózsika néni lakott ott elől, valamikor ott legalább 12 család lakott, de 10 biztos. Most szerintem körülbelül 2-3 család lakik, és a házak fele körülbelül szét van. Troll Miska bácsi, Troll Misiék, a Bartók Éváék, a Lezsák Józsiék, én nem tudom még hányan. Na most, ha azt az udvart megnézitek, ott ebben az udvarban is, tehát a térkép jelent legalább 6-7 vagy 8 lakás. Valóságban még nincs több például. De az előbb szó esett arról, hogy a régen jellemző volt ez az, hogy 2-3 is vannak egy udvarban. 2 szinte általános volt,
más mondom, Dombai vendégbácsék például laknak. Ott is van hárman, erről laknak a vendégbácsék, utána lakik a Gubran Tibi, a Gubran Tibi háza össze van dőlve. Csak utána lakol a Mózer Gyuri bácsi, ahol meghalt az meg a Herceg Gabi testvér. Tehát most ugye nem akarok ebben butaságot mondani, de majd meg kell kérdeznem, hogy tehát a lakás definíció hogy szól, hogy mit tekinthető ilyen értelemben viszonyítás alap két lakásnak, hogy lakottnak kell lenni, vagy a térképi nyilvántartásban térképen szerepel, vagy nem tudom mi. Mert szóval mindössze csak arra akarok kirugadni, hogy a viszonyítási szám palánkok 647 vagy 650 körül az össz. És ehhez mérik az ellátottságot. Na most, ha azt mondja, mondjuk a DMRV, hogy 450 szennyvíz bekötés van, és azt én azt a 450-et elosztom 650 lakással, akkor az jön ki, hogy 69% a rákötés. De hát eszemből nekem lenne igazam, és a 650 hely a ház helyett csak 600 van mondjuk, vagy legyen 610, akkor a 450-et elosztom 610-zel, akkor már a szám 74% és nem 69. És ott mennyit ér? 67. De díjat szedtük, akkor 530 vagy 540 lakást minősítettek. Igen. A hulladék szállítás. Na most ez egyébként nem csak beszélgetni kell róla, ez egy komoly szakmai kérdés, ezt rendbe kéne tenni réged valamikor. Nem csak réged valamikor, mint most, légy szíves segíts ebbe, hogy elkészült a lányok, csináltak ezt az EKR-t, vagy mi? Délre azt csinálták. Ja, KCR. KCR. Mindenféle van. Ez a laci nyilvántartott. Ugye a lakás, ez is egy súlyos probléma, hogy a lakcímek, nem a lakcímek, a házszámok nem stíl, össze-vissza házszámok vannak. Megint összedőltek házak. Nem is tudom, néha a tanácsidőben is hogy adtak számokat. Na most ez a rendszer ezt próbálja rendbe tenni. De még egyszer mondom, ezt a lakás kérdést is rendbe kéne tenni. Hát gondoljátok el, valamennyi kisebbségi, kimondom, ahogy Balándor mondják, cigány, ők nagy része az Adi út 50-ben van bejelentve. Valamennyi. Most mi az, hogy Adi út 50? Nincs is olyan gyakorlatilag. Én ott nőttem föl az Adi utcába, hát az egy népes utca volt, ott legalább 25-30 lakás volt, még az ember végigért a régi kettesig. Hát most van ott összesen 8-10 lakás. Tehát, és több helyen is van ilyen. Szerintem azt lehet csak csinálni, hogyha ezt ki akarjuk egyenesíteni, akkor végig kell menni, és akkor fölmenni személyesen. Ezt mondom, hogy tényleg jobban majd ráérünk. Én meg fogom kérdezni a földhivatalt, megkérdezem ezeket az építészeket, hogy mi az a kritérium, amit itt figyelembe lehet venni. De még egyszer mondom ezt, itt majd mi visszatok az anyagot, hatalmas, gyönyörű térképek vannak, végre lesznek jó térképeink, amit gyönyörűen a olvashatóra helyre az itt számok, az összes mindenség, csak itt megmutatom rajta van. Ugye csak ez a földhivatali térkép szolgáltatás volt 1 millió forint. Ebben az egészben, hogy itt ugye külbelterület minden rajta van. Na aztán például most eszembe jutott, ugye ez az anyag foglalkozik az önkormányzati vagyonnal. 147 ingatlan írja, hogy annyi van az önkormányzati vagyonában. Ez alatt út, árok és minden. Javarészt út és árok ez a 147, épül ez a keveset. És például nem írja azt, hogy a lőtér az a mi tulajdonunkban, ahol már a lőtér a mi tulajdonunkban van. Ingyenes vagyon átadásra megkaptuk. Van olyan, amit ír és már nincs. És van a másik nagyobb térkét, azt kivetem. Tehát érdekes tény dolgok vannak ebben, és ezeket erre sok időt kell fordítani, hogy ezen tüzetesen megjelenjünk, mert érdemes vele foglalkozni, hogy ez jó legyen. Mert tehát itt van az összes terek, mind olvasható, aztán itt vannak az üres terkek. Majd körülbelül, hogy meglátjátok. Ezen rajta van most jelölve végkonklúziókat, hogy a falunak melyik részét jelöli ki fejlesztendő résznek, melyek az iparterületek, különféle lakókörzetek, ott majd később az anyag ugye fog foglalkozni a beépítés százalékával és az egyéb dolgokkal is. Na tehát
És hát ugye itt régen pontosan látszik az, amit az előbb elmondtam, amit majd hozadom nektek, hogy itt egy telken hány lakóház van, és egyáltalán ezzel a kérdéssel mit lehet majd kezdeni? Ugye szabályos telkek az új, mert ugye három részre osztották, ugye van régei, van palánk, és van az új rész. Ez történet meg tényleg így alakult, írja az anyag is. És ugye az új részen ott már tényleg szabályosan osztották ki a telkeket. Már eleve a telek méret is, meg hát itt a várúton valamennyi telek 994 négyzetméter volt. De látszik itt a képen is, hogy itt egy tervezettség, egy organikus szabályozottság észlelhető. Még főleg régen, már palánkon is valami, de régen ez a régi dolog, ami meghaladta magát. Tehát ezzel valamit majd kezdeni kell. Hát ma én körülbelül sok mindent lenne erről mondani, és ezt a lakossággal is így meg fogjuk majd beszélni. Tehát sok minden embernek majd jut fel eszébe esetleg hasznos gondolat is, meg olyan is, amiről nem beszéltünk. Az építész majd irányítani fogja, meg a hozzáértő szakemberek ezt a kérdést, de... Tehát ez számtalan problémát fölvet, ugye mi legyen az elhagyott ingatlanok sorsa, telek összevonások, aztán ezen egyébként érdekes módon, érdekességként jelezem meg, ahogy mondtam, hogy sok érdekes anyag van benne, ugye ezt mindannyian tudják, hogy régi palánkon három védett építészeti érték van, a templom, amely országos védettségű, Szent Erzsébet templom, a Szent Háromság és a régi várom. Ez a három országos védettség. Aztán felsorolja még a régészeti lelőhelyek, amik szintén államilag beszabályozottak. Ugye a templom teljes, ugye volt ez a régi török vár, amit a törökök építettek. Tehát a templomnak a területe. És a templom környékén például akárhogy építkezni nem lehet, hiszen egy védett épület körül úgynevezett védelmi terület van. Körülötte. Tehát ott külön építési szabályok van. Egy műemléki környezet, hogy így mondjam, annak vannak határkontúrja, hogy mennyit ezek a tervben mind le kell majd szabályozni. És ott nem lehet úgy építkezni, mondjuk, mint máshol. Aztán például olyan érdekesség is vannak benne, hogy föltanilag a régi palánkon két úgynevezett mozgó terület van a nagy oldal, meg az aranygomb, ami a illetékes szervek szerint évi 30-40 centi csúszik, például. Nagyon sok, mondom, érdekes adat van benne, érdemes elolvasni. És amit annak idején is mondtunk, amikor majd kész lesz az új községrendezési terv, ami ugye nem csak arról szól, hogy majd térképek meg stb., hanem maga a fejlesztés irányá, település szerkezet, szabályozási elemek stb., de mellékhozatékaként, és ez informatikus anyagban is, tehát számítógépes anyagban is meg lesz. Ugye nem annyit kilódunk, bejönnek ide sokan, segítenek, hol van ez a helyrezi szám, alig lehet elolvasni. Tehát most már majd digitálisan is meg lesznek ezek a dolgok, vagy nem kell egy közművet keresni, hanem oda megyünk a számítógépen, és annak minden adat, hogy hol megy a vezeték, mitől mennyire, tehát ennek számtalan haszna lesz, mert a mi valamikori anyagunk egy úgynevezett gépelt anyag volt, tó szerint ilyen bögyögös gépen, a mai modern technikában pedig ez tényleg gyakorlati haszna lesz. Tehát bármit, ha meg akarunk nézni, mert itt ásni akarunk egy gödöt, az ember kivesz oda, hogy a számítógép, és tudja, mi van ott. Minden adat pontos is adott. Hát amennyiben az adatszolgálató pontos adott. Na. Engem egyetlen egy dolog, pontosabban több is, de a szőlőkkel kapcsolatban a külső területekről, amit megjegyeznek, azzal ők nagy valószínűséggel nem tudnak itt kezdeni. Mert azok a területek, ezek osztatlan közös tulajdonban vannak.
Tehát 100%-ban lehet indulni. És ez földhivatali kérdés. Ugyanakkor egy tervnek javaslatot, vagy meg mi is így beszélgetünk róla, de ezzel nem tudunk előre lépni. Mindaddig, még ott a magam tulajdonok ki nem lesznek véve, pedig ennek aztán nagy valószínűsége nincs. Mert valóban vagy erdő, vagy bozótus, vagy teljesen, tehát nem gyümölcsösként, mert gyümölcsösként szerepelt még a TSZ idején. Hát de például a térképen 50-valahány hektár gyümölcsöt jelez még mindig. Most függetlenül, hogy ki milyen régi palánki lakos, helyből rávághatja mindenki, hogy 50 hektár gyümölcs, biztos, hogy fogyós gyümölcsök, gyümölcsök, biztos, hogy nincs palánka. De ő a 2008-as vagy nem 10-es földhivatali adat alapján mondja, ő nem mondhat más, ő ezt megkapta. Ahogy akkor szerepel. Akkor volt annyi, de most még ti is nincs. Mert például én megnéztem benne, gyümölcsösként szerepel a lőtérnek a kettes út fölötti része, aztán itt a lent a vasút alatti rész, aztán gyümölcsösként szerepel még a patelet fölötti rész, meg ahol emlékeztek rá, rivizik, ember, mindig az is volt. Úgyhogy ebben a közlekedési hálózat benne van, arra is jó, pontosan, hogy megvannak az utak számai, egyértelmű, hogy melyik a mi útunk, melyik állami út, pontos kilométer szervények vannak rajta. Tehát ezután sokkal szakszerűbben tudunk majd beszélni, minden pontosan adekváltan ezekről a térképekről leolvasható, amit hát eddig nehezebben tudtuk megtenni. Közlekedési viszonyokról beszél, ugye elmondja, hogy a régen palánc közti menetidő 1 óra 34 perc, ugye milyen jó lenne, ha ez mondjuk 40 perc lenne, vagy 30, és olyan vonatok közlekednének, mint mondjuk Vác meg Budapest között, mindenki letenni az autót, és simán vonattal közlekednek. De én szerintem, ha még gyarmatra is, a gyarmatra jelen pillanatban sem 37 perc a menetidő, de ha gyarmatra is mondjuk, hogy be lehetne 15 perc alatt menni, és egy elfogadható, tiszta vonatokban szerintem mindenki vonattal menne gyarmatra. Tehát ugye itt vagy még volt előbb a tyúk vagy a tojás, mert a MÁV azt mondja, hogy nincs utas a vonatokon, meg kell állapítani, hogy igaza van, mert valaki álljon meg egyszer a vecei, piros lámpát kapjon, és elmegy a vonatot, ül benne egy ember. Hát az ember tényleg utaskodik, hogy egy kettő. Na, de egyébként van olyan, vannak, ami viszont tele van. Tehát amikor iskola van, a esetleni vonatot. Inkább busza. Na mindegy, lényegtelen, hogy... Gyakorlatilag kialakítva minden, hogy a busz a központ és ott a kerületbe mindenbe, azért már... Igen, tehát sajnos nagyon összefüggő kérdések ezek, mert a MÁV erre azt mondja, hogy így nem lehet üzemeltetni, viszont ugye erre lehet azt mondani, de azért nincs utas, mert ilyen utazási kultúra mellett nem mennek az emberek, ilyen menetidő mellett, ilyen piszkos vonatokra, stb. Most akkor, de arra még milliárdok kellenének, tehát hogy most hol van ebből a kiút, ezt nehéz megmondani, de ezek tényleg valós problémák, tehát itt most anyag kapcsán is azért el lehet gondolkodni. Természetesen ebben az anyagban majd benne lesz, már benne van a jövendőbeli kettes gyorsforgalmi útra való fölkészapadra. Szerepel benne, mint anyag a tervanyagként a Régepalán-Kipolyi közti megépítendő hídkérdése, annak a következményei, erre való fölkészülés, tehát ezekről is szól ez. Jó, én nem mondanék erről többet. Tehát még egyszer összefoglalóan én ezt egy nagyon körültekintő, részletes, jó anyagnak tartom. Azokat a hibák, amiket végig néztem, azokat fogjuk mondani, és egy-két megalapítás, ami van benne, hát ezeket majd megvitatjuk. De én azt merem mondani, hogy ez a megalapuló vizsgálat tényleg tényszerű, jól tárja fel a helyzetet, és vélemény szerint alkalmas arra, hogy erre építsük a terveket. De, hát mondom, ti is mondjátok, hogy mit gondoltok erről, és majd el fogja mondani természetesen a lakosság is, hiszen ez ki fog kerülni a honlapunkra is, meg a problémákat, amivel ez közhírét éthetik.
összegezhetem úgy, hogy ezzel a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata tárgykörben készült megalapozó vizsgálati anyag, amely az Égegybalánk jelenét mutatja be különféle aspektusokból, ez egy jó anyag, egy megalapozott, reális és a valóságot tükröző anyag, és hozhatunk egy olyan határozatot, hogy ezt tovább dolgozásra alkalmasnak tartjuk. Igen? Aki ezzel egyetért, kérem kétségbeesettesen jelezze. Köszönöm, és még egyszer mondom, hogy ezután is, akinek nincs, van két példány, odaadjuk, érdemes lapozgatni, akinek meg van, mivel ez tényleg egy elég nehéz anyag, tehát ez nem lehet, hogy megnyitok, az végigmegyek. Időnként nézzem bele, bizonyos gondolatai támadnak, nézze meg, nagyon érdekes, szép dolgok vannak benne, úgyhogy semmi nincs elkésve, most vagyunk ebbe a munka folyamatban, és az érdekük, hogy tényleg egy nagyon jó használható anyag készüljön a község jövőjéről. Lényegében ez egy iránytű a jövőkéről. Így van. Fontos dolog, hogy ez most tényleg egy színvonalas anyagot tegyük fel az asztalra. Jó, hát akkor ezt a témakört bezárhatjuk. Jó, akkor néhány szót még szóljunk a négyes napirendi ponttal kapcsolatban a kiegészítésként a 2017-i költségvetés első félévi teljesítéséről. Erről újabban már nem kell erről határozatot hozni, vagy pontosabban rendelni semmiképpen. Tehát a jogszabály úgy szól, hogy a teljesítésről tájékoztatni kell ugye a képviselőtestületet. Na most az anyagot ezzel kapcsolatban kiadtuk. Én nem kívánok hozzáfűzni semmit, ha valami kérdés lesz, meg megkérdezitek. Itt a pénzügyi kollega is válaszol rajta. Ezzel szemben a szokásos dolgot szeretném elmondani, mert hiszen ugye az anyag június 30-i fordulónappal szól, ma meg már augusztus 15-e van. Igen. 15-e van. Nagy ünnep. És már Jemen bevételének ünnepe. Nagyon nagy ünnep. Nagy boldogasszony. Tehát, a lényeg az, hogy augusztus 14-e van, vagy 15-e, tehát azóta már eltelt másfél hónap. Inkább nagyon röviden összefoglalnám, hogy állunk most. Elmondom azt ugye, hogy egyrészt volt a 20 millió forintos elgondolásunk, amit az adósságkonszolidációba való nem részvételünk jutalmául kapjuk, hogy jó magyarságra fejezem ki magam, akkor eldöntöttük 5 fejlesztési területet. Ebből a kultúr napelem 6,6 millió forinttal megvalósult. A községrendezési terv 6,6 milliójából, amiről az előbb tárgyaltunk, 2 millió 500 ezer forintot fizettünk még eddig ki, 4 millió 2 még hátra van. Harmadik terület volt a önkormányzat, tehát a polgármesteri hivatal két épületének a külső hőszigetelése 3,8 millió forintére elkészült, így fizettük. És van még két dolog, amiből az egyik az elkezdődött, a temetői kerítés felújítása. Ez volt, mondtam az előző anyagban is, tehát erre 1 millió 500 ezer forintot terveztünk, de ebből a pénzből nem jön ki. Tehát sajnos úgy látszik, hogy ez a 2,2 millió forintba fog kerülni, elég sok ajánlatot kértem. Ugye időközben ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ugye amikor ezt a 20 millió forint sorságot döntöttünk a minisztérium felé, kellett adni ajánlatokat cégektől, a Szondi KTS adott rá ajánlatot, időközben a Szondi KTS ugye megszűnt, Szondi Ipari Szövetkezet, és hát mástól, ott egy ott dolgozó magánvállalkozótól kértem ajánlatot. A Szondi még magasabb volt, tehát most a temetői kerítésnek a megkötött szerződés az 1 millió 380 ezer forint munkadíj, plusz a temetői kerítés a léceket mi vásárolunk, a 830 ezer forint. Így tehát a kerítés 2,2 millió forintba fog kerülni,
és 1.500.000 tervet. Csak kérem, hogy ezt fogadjátok el, 1 millió telefon és ajánlatot kértem, ez olcsóban sajnos nem megy. De még egyszer mondom, itt már megrendeltük a réceket, előre kifizettük 163.000 forintot, és a vállalkozónak anyagvásárlása 450.000, hátra van még 1,6 millió forint. És az ötödik terület pedig az óvodai följáró burkolása és az óvoda udvar, ebben nem tettünk még semmit. Erre is 1,5 millió forintot terveztünk, ez se jön ki 1,5 millió forintból, ez is körülbelül 2,2 millió forint lesz. Úgyhogy ennyit a 20 millió sorsáról, tehát abból összesen a 20 millióból 13,5 millió forintot kivizettünk, és még 8 millió forintot ki kell fizetni, és el kell végezni a dolgot. A másik fontos dolog, ugye az előbb említett település arcolati kérdékkönyv és településképi rendelet, ami a főépítéssel együtt, amit elfogadtunk, 1,2 millió plusz áfa, 1,6 millió forint, erre durván 1 millió forintot kapunk majd. Az egyéb fejlesztésekből 5,5 millió forintot hajtottunk végre, amit terveztünk. A nagyobbakat mondom, a polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítés, az ugye december 21-án elkészült a kifizetés, januárra csúszott át, azért 1,1 millió forint ez a tétel. A turisztikai központ mellett egy parkolót építettünk, a buszok részén ez 285.000 forint volt. A lőtér tető javítása 500.000 forintba kerül, ugye beállított vakolatot kellett javítani. Szentháromság tér virágosítása 200.000 forintba került. Útburkolati süllyedéseket a szennyvíz után 250.000 forintra javítottuk. A Vári út kártyúzása 650.000 forintba került. Martaszfal 500.000 forintba. A Szondina 870.000 forintba került. Az idősek napja 250.000 forintba. Fakivágások, veszélyes fakivágások voltak 250.000 forintért, és néhány apró tétel, ez mind megnézzük, ez 5,3 millió forint. Ami hátra van, az egyszer, amit az előbb is említettem, a 20 millióra tervezett beruházásokból még hátra van 8 millió. Hátra van az 1,6 milliós területfejlesztés, illetve település harcolati könyv és rendelet, amiről az előbb beszéltünk, és amit még meg kéne csinálni, ezt terveztük a költségvetésbe, egészségügyi központ fűtés korszerűsítését. Tehát, mint említettem, 98-ban szereltük a kazánokat, nagyon félő, hogy le fog állni a rendszer, azt mindenképpen meg kéne csinálni. Erre már kértünk ajánlatot, beszéltem is róla, amikor a polgármesteri hivatalét csináltuk, ez 3,2 millió forintos ajánlat van, hiszen ott nem csak kazán cseréről van szó, ott három kazánban, hanem kéményeket is, és az egész rendszert át kell reperálni. Hát ez összesen, amit elmondtam, ez a hátralévő tételek, ez 15 millió forint. Tehát ezt kéne még ebben az évben elvégezni, és körülbelül eddig itt tartunk. Még, ami gazdasági dolgokat jellemzi, szeretném elmondani, hogy a számlánkra érkezett a 164,1 millió forint, itt van a takarékra, ami megnyertünk csapadékvizes pályázatot, ugye a község belső csapadékvízelvető rendszerre felújítása, árkok, patak, stb. Valamint az áportározó, a kettes út körül. Ezek a munkának az előkészítése, az vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk az árkokra, a megkérése az áportározóra most van folyamatban, ezt követően zajlik majd a közbeszerzési folyamat, ami megint egy 2-3 hónap, tehát konkrétan kivitelezés a jövő évben lesz, ez biztos. A másik megnyert pályázat 84,1 millió forint, szintén a számlánkra érkezett ez a pénz, tehát durván majd 250 millió forint van külön számlánkon itt a takarékban. Ez az intézmény energetikai fejlesztés, tehát az a óvodának a külső hőszigetelése, a fűtéskorszerűsítés, a napelem, valamint a két tantermes iskola külső hőszigetelése, nyilvánzáró cseréje és tető javítása és fűtés korszerűsítése. Ezt tehát ezek éppen megnyertük. Ilyen összeggel is. Mennyi összeg ez a többi? Ez 84,1. Ezek a pénzek a számlánkra érkeztek. Még beadtuk most 15. évvel egy pályázatot, mert a három pályázatban egyet nem nyertünk meg, ugye a
óvoda tető szerkezetének a felújítása. Ezt most még egyszer beadtuk, ez 27,2 millió forint. Bízunk benne, hogy meg fogjuk ezt nyerni, és akkor jövőre ezt a három munkát együtt tudjuk csinálni. Még most beadtunk egy másik pályázatot, ebben nem kértem ki a képviselőtestület véleményét, mert ez hirtelen jött. Az iskolára beadtunk egy 90 milliós pályázatot erre az iskolára, az általános iskolára. Ez egy 100%-os támogatottságú pályázat, mert közölték, hogy a toppos, ugye a területi operatív programban beszélek, be lehet még adni energetikai téren pályázatokat. És beszéltem a tankerülettel, ugye a tankerület működteti az iskolát, meséltem arról is, hogy itt ugye két nagy kazán van, ebből az egyik a télen leállt és javíthatatlan. Egy kazán működött már tél második felébe, időnként úgy volt, hogy haza kell küldeni a gyerekeket, mert az egy kazán úgy 5-6-8 fokig bírja esetleg mínuszba, de most volt mínusz 15 is. Tehát itt ott már hősugárzókat kellett működtetni. Úgyhogy erre az épületnek az energetikai felújítására bőven ráfér, és ha valahol lehetne nagyot nyerni, az biztos, hogy ez az épület, hiszen B30-as téglából készült, hatalmas nagy ablakok vannak rajta, ami átfúj a szél, és a fűtése abszolút korszerűtlen. Tehát most a nyilvánzárók cseréjére, a külső hőszigetelésre és a fűtés teljes felújítására, valamint napelemre készült egy 90 milliós pályázat, amit beadtunk tankerület egyetértésével. Ha ezt megnyerjük, akkor gyakorlatilag ebből a pénzből egy munkánk elvégezhető, hiszen az épület a miénk. Maradt az iskola épület. Ezért mi pályázhatunk erre. Végül is nem lehet tudni, mi lesz még az iskolában. Én úgy gondolom, hogyha ebben áll, önkormányzati pénzt nem kell tenni, akkor érdekünk, hogy az az épület jó állapotú legyen. Tehát nagyon szurkoljuk neki, hogy erre bízom benne, hogy talán sikeres lesz az a pályázatunk is. Még a pályázatok vonatkozásában szeretném azt elmondani, hogy nyertünk 1 millió forintot IPO-Invéggel közösen rendezvényekre, abból 500 ezer forint a régen talán 500 IPO-Invégé, tehát megnyertük ezt a pályázatot, a pénz még nem jött meg, ezt a Szondinakra nyertük gyakorlatilag, de napok kérdése. Írt 3 pályázatot, ezek az úgynevezett NEA nemzeti együttműködési alap rövidítése ez. Régében alapítványra nyert 900 000 forintot egyszer, ez ilyen szakmai anyagokra van, és nyert működésre 400 000 forintot, tehát a régében alapítvány nyert összesen 1.300.000 forintot, és a Sugar Kankanin-ra kiírt pályázati sikeres módon 150 000 forintot nyertünk működésre. Hát körülbelül ennyit a pályázatokról. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, a topos pályázatokra visszatérve, ha megnyerjük még az óvodai tetőt is, meg az iskolát is, akkor ez összesen, nem akarok utaságot mondani, ez összesen 365,2 millió forint. Úgyhogy ez, én azt gondolom, ez egy hatalmas nagy szám, és hát nagyon jó lenne, hogy ez tényleg sikerülne. 250 már itt van, gyakorlatilag 240, reméljük, hogy ez is sikeres lesz. Na most, hogy ez jövőre, ez hogy bírjuk majd levezényelni, ezt nem tudom, mert van egy olyan félelem, hogy vállalkozó nem nagyon lesz, mert most a pályázatokkal az van, sehol a toppos pályázatokat nem kezdték el, mert mindenütt most az van, hogy megvan a megalapító határozat, a támogatási szerződés alá vannak írva, de még a közbeszerzések meg ezeket le kell bonyolítani, tehát ebben az évben gyakorlatilag sehol nem fogják megkezdeni, és tétottottak a megyébe 20-25 milliárd forintot. Tehát annyi vállalkozó szerintem nem lesz, aki ezt a munkát elvégzi, úgyhogy majd összekaphatjuk magunkat, hogy a télen a közbeszerzések lebonyolítása után megfelelő készítsük és lebonyolítsuk ezeket a munkákat. Úgyhogy lesz mit aprítani. Már most is az előkészítéssel vagyunk elfoglalva, itt rengeteg engedély, meg minden van, tudjátok, hogy hogy működik el. Hát ennyit szerettem volna kiegészítésül mondani a fél éves, nem a fél évről beszéltem, hanem az eddigi helyzetünkről, és körülbelül most így állunk, és körülbelül ilyen feladataink vannak. Átadom szót, valakinek van kérdése, vagy vélemény. Ja, és akkor, bocsánat, utolsó mondatom, ma azért mentünk le, hogy akkor megnézzük ezt a, ugye,
telepítési infrastruktúra épüljön, mert a mostanit nem tartják annak, hát láttátok, amit lehetett Martaszfalta megcsináltunk, kétségtelen, hogy nagy esőben nem nagyon állja meg a helyét, de tehát ott időtállót egyértelműen betonjárdával lehetne csinálni, mint láttuk, ez egy 70 méteres szakasz, meg lehet kérdezni körülbelül 6-7 ezer forint egy négyzetméter, egy 20 centi járda, tehát ez körülbelül 400-450 ezer forintos tétel. Nyilván ezt nem terveztük, a képviseletestem ezt megszavazza és eldönti, hogy meg fogjuk csinálni, ha nem, akkor nem. Én azért mondtam, hogy nézzük meg, hogy a indokoltsággal mennyire adott, hányan közlekednek, és egyáltalán kérem, hogy ezt is döntsük el majd. Hát ennyit akkor a gazdasági dolgokról átadom a szót. Fájdalomnak gondolom, hogy örül mindenki, ezzel nincs mit csinálni, ez tényleg egy ilyen még soha nem volt, hogy ennyi pénz, ilyen fejlődés, hát az enyvét kivételével nem volt egy nagyobb tétel, de ez egy hatalmas és örömteljes dolog, mert ezeket... Igen, valaki ebből van, amit megint kapnak? Igen, ez abból a 49 vagy 51 millióban, amit Nógrád megyek kapnak. Milliárd. Ez abból a terből. Hát általában azt kell, hogy mondjam büszkén és örömmel, és megköszönve azoknak, akik ezért lobbiztak, vagy tettek, vagy akarták, és közreműködtek velünk, hogy azért viszonylag mi a jó nyertesek között vagyunk, tehát azért hasonló nagyságú települések között van 90-100 milliók is vannak, ami 2-4 önünkkel szembe, és még ugye meséltem, hogy nem nyertünk meg, de bízunk benne. Nyilván van néhány település többet kapott, tehát magyarul örülhetünk, mert egy elég jó sikerült ez a pályázati rendszer. Most már csak azok kell szurkolni, ez jó, meg is tudjuk csinálni, és ez nekünk egyébként sok hasznot fog hozni, mert az energetikai beruházás most már azért, ha ez sikerült, eljutunk oda, hogy ugye a polgármesteri hivatal tekintetében minden, ami energetikailag kivitelezhető volt, az megtettünk, nyilázzáról cselek, külső szigetelés, napelem, stb. Tehát menni takarékosabban, vagy takarékosabb infrastruktúrát nem nagyon lehet teremteni. De ugyanez is igaz a művelődési házban, hogy ott is a napelemek azért 50-60 ezer forintos havi villanyszámla van, azért nem kis tétel. Ugyanúgy szigetelről van, nyilázzáról cselek, az intézmények rendben lesznek. A turisztikai központról nem beszélve, de eleve így épül. Az óvoda, ha így most elkészül, ott is teljes lesz a kép, és ott 1,5 millió forintos fűtési költség van, ami szintén jelentősen csökkenthető. Az egészségügyi központ is szintén ugye főszigetelt már, nyilvántáró csele is meg volt, most ha meg elkészül a korszerű fűtési rendszer, tehát működési költségek terén nagyon jelentőset léphetünk, és tényleg egy olyan infrastruktúra szinten sikerül, ha mind megvalósul, képítenünk, hogy jó szervezéssel minimalizálni tudjuk a költséget, és ezzel százezeket, sőt milliókat tudunk megtakarítani, ami a szűkös anyagi helyzetünkben nagyon fontos jövőt építő dolog. Reméljük, hogy ez meg is tud valósulni, úgyhogy örömmel töltek, gondolom mindannyiunkat, hogy így az intézményeink frissek, rendbe lesznek. És hát jelentős összegeket tudunk megtakarítani a működésen. Jó. Ebből a, csak azt kell mondani, hogy ebből a szempontból nagyon jó, hogy itt településenként lehet így, hogy mondjam, fejleszteni, meg előre haladni. Csak egyetlen egy dolog, ami a fő lényeges, ami nekem a mániám, az új hálózat, ami idehezett a parkhoz, mellékokat, stb. Ami szinte már nem lehet közlekedni. Erre nincsen semmi ilyen... Erről annyi információm van, hogy az anyagban is benne van, ezt is szeretném meg kijavítani, hogy azt írja, hogy az égek valánkor az úthálózat rossz állapotú. Na most nem tudom, hogy mire érti, mert hogyha a községen átmenő két állami útról beszélünk, ugye, ami a térképeken nyilván most már mindenki majd tudja, Palánkon is már mindig kérdezik, hogy ez két év, hogy az állami út, tehát a kettesről nagy állomásig, a temetőtől ki a Szentiszi,
ez állami út, nem kell semmi közünk, hogy az nem jó állapotú, teljesen egyetértek vele, nagyon örülnék neki, hogy felújítanám, nyilván főleg a kifelé menő szakasz, bár most elértük, hogy egyszer már viszonylag rendesen lekátyúztak. Nincs róla információ, mindig hajtom, ütöm a vasat, és adok nektek is telefont, közösen üssük, hívjuk őket, piszkáljuk őket, de azt mondják, hogy, hogy a többire nincs pénz, akkor ide hogy lenne. De, de viszont a többi... Én arra gondolok, hogy arra szakaszra például, hogy Balassagyárban és Drégegypalom közti szakaszon van ugye Dejtár, igen, Drégegypalom. Na most... Én a Hontot ismeretek. Igen, azt szerettem volna... Hogy így összefogva esetleg, mert már volt a televízióban erről szó, hogy 4-5 font összefogott, és beadtak a, nem tudom, melyik minisztérium közlelem, most nem közeked is minisztérium, nem tudom, oda beadtak egy ilyen tévén a fejlesztés minisztériumba, és végül is így összefogva megcsinálták az utat. Ennek nincsen semmi akadálya. Tehát ez hogy ezt megtegyük, hogy ez mennyire vezet eredményeihez, de kérdezted az előbb, én már örültem neki, járok viszonylag többször gyarmat, és azt láttam, hogy a Ipoly vezetés Dejtár között gyalulják az út célét. Jézus, burkolatot tesznek az út. Mondom az igazgatónak, a helyettesnek, gyerekek, mikor kezd burkolás, nem lesz, csak letúltuk a parszát. Én körülbelül 40 év alatt annyiszor átestem a lók túlsó oldalára ezáltal, mikor láttam, hogy gyalulják az út célét. Ugye nyilván azért gyalulják, mert megemlik az utat, ugye, és akkor majd ahhoz fogják az út célét és igazítani. Mikor már jöttem visszafelé, nem láttam ott semmit, eltűntek, utána csinálták az árkot, mindenben. Szóval ez semmi. Kétségtelen, hogy ez az út. Ez a lényeg. Higgyétek el, hogy ami fórum van, nem csak én, Ipolyvetve, Dejtár és mindenki elmondja és hajtjuk. Azt is elhiszem, hogy nem direkt nem akarják megcsinálni. Hát csak egy példát mondok, azért Patak és Vadkert között ott van az összekötő út, aki jár arra, annak a két nap. Hát több mint a fele meg van csinálva, az az egy szakasz ott van, pedig szerintem másfél kilométernél nem több. És két vagy három éve nem képesek megcsinálni. De a lényeg az, hogy mennyit számít az, hogy például most csak ülsz az autóba, mondjuk ki az gyarmat felé, és elmész Hontnak a főutcán. Egy normális, most nem mondom milyen autópálya minőségű, de egy viszonylag jó normális úton végigmész, szaggatottan minden, a kocsi ugye nem megy bele a kátyúba, nem ugrál, stb. Akkor lehet, hogy még meg is állok, hogy szétnézek egy kicsit minden, mert különben a sok ember, a sok sofőr nem is tud szétnézni a faluban, mert a kátyúkat nézni, meg mit tudjon kikerülni, hogy minden kiusson mindig a faluban. Szóval ezért benne van a labdába, és szerintem lényeges turizmus szempontjából, beruházás szempontjából, minden szempontból, az út az első. Hát ott nincs olyan lényegesebb. Ha az megvan, akkor utána jelent a többi. Én nekem ez a legjobb. Nyilván csak ez nem rajtunk múlva. Jó, csak mondom, de... Nem vitatkozom ezen. Ezeket, amit elmondtál, ez mind igaz. Évek óta, hogy kikett a vasat. Az a problémám, nem is beszélek, hogy én nekem ez az útszakasz 40 év alatt hány több százezer forintomnak került autója mindás. Nagyon jó. Jó, hát nézzetek. Mind még egyszer mondom. Nem is, tehát kérek is mindenkit, hogy akár kapcsolatrendszere lévén, sőt adok telefonszámot, tehát ne csak mindig én körülbelül, sőt meg is mondták az igazgató, hogy körülbelül két hetenként nyugodtan hívjál, izérgessél. Tehát meggyőződésem, hogy nem azért nem csinálják, mert nem akarják, hát nem tudom, hogy hogy van, ez besorolva, nyilván van egy keret. Na most tudom, hogy nem igaz, de azért higgyétek el, hogy ennél vannak. Sőt, Budapestnek nem egy kerülete van, Dunakeszi környéke, ahol saras, homokos, kiépített utcák, ahol burkolatot még nem látok. Budapesti agglomeráció. Nézzetek körbe. De ez még egyszer mondom, nekünk nem fájdalom, de ilyen is van. És ha megnézitek egyébként, nagyon sok faluga, hasonló minőségű, sőt még rosszabb utak is vannak. Én arra vagyok büszke, és annak örülök, és azzal kezdtem, hogy ebben az anyagban ez vagy rosszak az utak. Na, egy két út kivételével nem igaz, mert az összes többi útunk aszfalt is. Az összes többi útunk. Nincsen van, persze. Csak mindig eljutni valahova.
A főútra nincs már, sajnos az a lehetőség, emlékeztek még rá régiek, volt olyan, hogyha a falu fizeti a felét, vagy beszáll, volt egy... Igen, egy időben volt, hogy még... Megszűnt, akkor se lett belőle semmi, egyből ugrottunk rá, és azt mondtuk, hogy már itt bejelentkeztünk, de most nincs ilyen. Jó, tehát körülbelül ennyi, azért nagyon röviden, hogy lezárjuk ezt a kérdést, ebbe mondjatok valamit, hogy mit tegyünk akkor ezzel a bemutca végével. Ja. Hát gondolkozunk még rá, hogy milyen más megoldás lehet, ami címre vezetőbb. Tehát jobb, ettől jobb minőséget ad, és végségekre van hívva. Ettől jobb minőséget ad. Meredek leviszeli, tehát ott fix szerkezetet, monolit szerkezetet építeni, ez egy betonjárda. Most lapokat is lehet rakni, de lapot is meg kell venni. Az még rosszabb, tehát ma még egy járdának ennyi az ára, tehát ott meg lehet építeni a járdát, minimum 400 ezer forintért. Mert nyilván 60 centi széles járat nem lehet építeni, egyébként is terüléles 1-20. Most már 1-20 vagy 1 méter azon már nem újjon, legyen meg rendesen, de ennek ez az ára. Ez körülbelül 400-450 ezer forint. Ennyi. Pénzügyileg nem állunk jó, nyilván annyira rossz azért nem, hogy nem tehetjük meg. Kérdés, hogy mennyire indokoltak. Árajánlatokat. Rendben, a következő testületülésre hozok rá, és a következő testületülés egy hónapon belül biztos, hogy lesz, úgyhogy az idén meg tudjuk csinálni akarom. Jó? Meg azt is bele lehet venni, hogy esetleg milyen más alternatív. Megértettem. Gazdasággal kapcsolatban van kérdés még? Nem, akkor a szünet előtt gyorsan még térjünk rá az ötös napi rendi pontra. Átadom a kollégőnek a jelzőasszonynak a szót. Hát szokás szerint a kormányzat, amelyik a kormányzat rendeletét kerül minden, szeret adagoló. És mivel a talajterülési rendelet, ami valamikor 2012-ben született, azóta a jogszabályok ugye változtak, és mivel a bevezető részben szereplő jogszabályt nem lehet módosítani, tehát ezt nem meg az, hogy módosítom és minden alatt, hanem hatályon kívül kell helyezni rendet és új rendetet kell alkotni. Most ezt mi megtennénk, módosítottuk a bevezető részbe a rendeleteket, tehát amit kifogásoltak. A rendelet tartalmi része semmit nem változott, tehát nem változik a mérték, nem változik a szorzó, nem változik a kedvezmény, tehát a tartalmában semmi nem változik, csak azokat a jogszabályi helyeket javítjuk ki, amit a kormányhivatal nekünk kifogásolt. De ezzel, ez is azt jelenti, hogy azt hatályon kívül kell helyeznünk a 2012-es rendeletet, és ezt mindentet alkotunk most 2017-ben a talajterhelési ügyben. Tehát nyugaton a helyzet változatlan. Igen. Kiadtuk ezt a rendeletet is csak azért, hogy régen volt már a talajterhelési díjjal, olvastátok, akkor körülbelül képbe kerülhettetek. Fizetik, vannak belőle problémáink azért, nem tetszik az embereknek, de visszatérve még ehhez az anyaghoz, például a legfőbb feladatnak egyébként teljesen egyetértek vele, az önkormányzatnak azt adja, hogy a szennyvíz rákötések számát növelni kell, ennek számtalan oka van, hogy a környezetben és a többi, és ezért tegyen meg mindent az önkormányzat. Hát az egyik eszköze, tehát az egyik az, hogy kér, segít, ezt tesszük. Tényleg most már ott tartunk, hogy a vízműtő társulat azt mondta, hogy két év alatt kell megfizetni három részletben. Tehát, és 200 ezer forintról beszélünk, most már nem 200 ezer belül. Elintézünk most is, amit lehet, kapcsolatok révén, tehát mindenbe segítünk tényleg. Tehát az egyik feladatunk az, hogy segítsünk, ezt meg is tesszük. A másik meg az, hogy kényszerítsünk, nem szívesen, de muszáj, többek között a talajterhelési díj, ez egy ilyen kényszerítő eszköz, mert hát ugye, mint olvastálok, 1200 forint a köbméter díja, az meg van felezve, olyan díjat határoztunk meg, hogy azért mégis elviselhető legyen, hiszen azt mondtuk, hogy egy főre jutó jövedelem a minimál nyugdíj 8-osátnál kevesebb, ott kap 50% díjkedvezményt, már pedig a 8-os az 230 ezer forint, hát azért nem sok családnak van az egy főre jutó jövedelem képzett, tehát annak az megkapja a kedvezményt, itt tehát nem 1200, hanem 600 forint. A köbméter díj, mert 1200 nem mi találtuk ki, mert törvény írja elő, mert fokozott érzékenységi terület vagyunk, és ott nem lett kevesebb. Úgyhogy, hát azért 600 forint se kevés. És akkor mennyit használnak? Hát, hogy megvan a család.
Ez mindig a családi függ. Hát egy 3-4 fős családnál a 6-7 köbméteres fogyasztás az nem tűnik soknak. Ez egy átlag. Valakinek keteves, hogy éves szinten, tehát azt, amikor ki kell fizetni egy összegbe, az nem kevés. És szerintem az igazán meggondolandó, hogy akkor talán sokkal célravezetőbb lenne, ha bejutom a szennyvízre. Hát igen, ez havonta mondott, hogy 5 méter, az 3600 forint. Tehát akkor 160 ezer forintokat kell egyszerre kifizetni, és ugye kiszámoljuk azt, hogy háromszoros szorzóval, ami a kedvezményes, és azért ez elég drága, mint az, hogy leszámlázza a DMR vízértén. Hát akkor 600 forintért 5 méterért. Egyébként az az érzetetlen, hogy nem, nyilván nem mondok most nevet, de van egy-két olyan ember, aki több 10 000 forintot, tehát 60-70 ezeres nagyságrendet fizet évente, és több éve, és nem köti be. Egyszer nem ért. Egyszer nem ért. Pedig minden adott hozzá, tehát változatlanul áll az, most ugye még megszületett egy kormány döntés, hogy segít a bekötéseket, tehát kedvezőbbé tett egy kicsit a, nem lett ingyenes, de kedvezőbb a bekötés, kicsit kevesebb adminisztráció. És változatlanul elintézzük azt, akinek nincs szennyvíz csomkja, beteszik neki, meg mindent. És, de ugye ráadásul a másik pedig az, hogy kimondja a törvény, hogy ahol csatornahálózat van, egy évet követően mindenkinek kötelező rákötni, és ebben most már járásoknak kellene kényszeríteni. Azt mondom, hogy kényszeríteni, mert... Nem tudjuk, hát ez... Hát pénz is kell hozzá. Ez nehéz. Na. Jó, akkor... Tehát ennyit az a talajterelési díjról, mint ahogy elmondott, minden változatlan, csak azokat a jogszabályokat, amik hiányoztak, vagy nem voltak jók, azokat kell javítani, és emiatt újra rendelnek. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Akkor, aki a elmondott módosítással egyetért, és így az új törvény, illetve rendeletet elfogadhatónak tartja a talajterelési díjat szabályzó, a talajterelési díjat kapcsolatos helyi rendeletet elfogadja, ezt kérem készletettelse jelentően. Köszönöm. Akkor az egyéb kellőt egy szünetet tartanánk, jó? Elszínűjtjük itt. Parancsolj? Ja, egyebekben, nem az egyebek előtt, bocsánat, a zárt ülés előtt akartam mondani. Egyebekben mondtuk mondtam, hogy a lakossági fórumot nem lehet senki értünk meg. Tehát, de jó? Ez micsoda? Ja, alapítva, jó. Még azt szeretném mondani, hogy ugye a egyebekben, hogy jövő héten kérte a főépítész, hogy valamelyik napot, szerintem egy csütörtök vagy pénteki 5 órák környékét kéne, mert 8 nap előtte kell lakosságot kiértesíteni. Tehát egy lakossági fórumot a kultúrba összehívnánk. Hételen nem jó, hogy csütörtök péntekre gondolok, hogy 5-6 óra körül. Tehát most nem mondhatjuk, hogy 8 óra mellettek Tarjánból vagy Pestről, akkor mikor mennek haza. 4-kor meg nem jön el senki, tehát én egy 5-6 órát gondoltam, hogy még azért elérhető mindenkinek. Nem gondolom, hogy itt tömegek lesznek, de azért rászervezünk, mert én szeretném, ha minél többen tudnának erről. Egy 6 órát nem lehet. Jó, tehát jövő héten úgy, mit mondatok erre akkor? Pénteket ne bántsuk, mert az nem, már... Pénteket, hátra jobb lenne. Jó, tehát péntek 5 óra körül. Legyen 6. Hát eljön. Jó, majd azért egyeztetek a kollégákkal is, de én is erre gondoltam, hogy péntek, csütörtök, péntek 5-6 körül. Jó, akkor velük is egyeztetek, és akkor rendszerűen. Ez volt az egyik. A másik pedig, amit pedig szeretnék még elmondani, hogy jön az augusztus 20-a, most vasárnap lesz, ahogy a testület eldöntötte, vagy ahogy megbeszéltük, a szokásos ünneplés lesz, a Lendrégen, az régi kápolnában egy 10 órakor szabadtéri szentmisét, ott fogjuk ünnepelni Szent István napját, és aztán utána pedig felvonulunk ide a Szent István emlékműhöz, és itt egy koszorúzási rövidkörű ünnepség, és utána a művelési házban egy kiállítás. Erről szól gyakorlatilag az ünneplés, elég sokan nincsenek a faluban, elég sokan nyaralnak,
egyébként cég programok vannak, mondanám Ingolyságon. Nem, Ingolyságon koncert van, a ismerős alkalmi koncert van például. Ha valaki neked mond valamit, de egyébként a tévében, meg Budapesten, meg nagyon szép szükség vannak, úgyhogy hogy ez nagyszerű, úgyhogy egy kicsit kipihenjük magunkat. Tehát természetesen szeretettel várunk mindenkit, sőt, úgy gondolom, hogy nekünk ott is eljünk. Lakosságot is szeretettel várjuk, változatlanul egy kalácssal, egy új kenyér szegéssel, egy kis borral, ki szeretnénk kedveskedni a lakosságnak, és azt szeretnénk, hogy kicsit jól éreznénk, és együtt ünnepelhetnénk. Ennyit, ez tehát most vasárnap lesz, ebben különösebb segítséget nem kérek, mert meg tudjuk oldani, tehát meg van erre a szükséges intézkedési terület, meg emberek, úgyhogy ezzel különösen nincs. Ennyi. Egyébként különösen dolgokról nem tudok, majd még eszembe jut esetleg mondjuk. Megkérdezem, hogy akkor lezárhatom az ülést, mert akkor az zárt ülésen. Szociális pályázat. Ja, akkor parancsolj. Az idén is lehetőség van, mint mindenképp a szociális tűzipára pályázni, most ezt augusztus 25-ig kell benyújtani. Megállapították természetesen, hogy milyen mennyiségű tűzipára vagyunk jogosultak. Összesen 158 köbméter igényelhet az önkormányzat, amit mi minden évben még igényelünk általában felé szoktuk megkapni. Tehát úgy gondolom, hogy ezt most is meg kell tennünk. És abban jelentünk döntően a testőremnek, hogy összesen 200.600 forint önerőt fog jelenteni, mert ugyanúgy 14.000 forint plusz áfát kapunk, a 15.000 plusz áfát koszti különbséget nekünk kell ugye önerőként bevállni, illetve az önkormányzatnál kell ugyanúgy bevállni ezután, és a kiszállítás, a szállítási költség az önkormányzati költség lesz, de én úgy gondolom, hogy ezt a pályázati lehetőséget az idén sem kell kihagyni, de kívánja nyújtani gondolom, hogy az önkormányzat. Jó, nekem ennyi volt az alapítás. Jó, mert én gondolom, hogy a szociális tűzifán most is részt veszünk, tehát ennyi, hogy aztán majd mennyit adnak, 150 mára vagy köbméterről van szó, de mindig a felét adják, most is erről van szó. De ki tudjuk egészíteni, mert elég próbáljuk összegyűjteni most is, amik voltak veszélyes fák, meg még ami maradt, tehát lenne a tüzék mellett, vagy most is egy 10-12 köbméter fá van, meg hát amit majd közben még kivágunk, tehát majd igyekszünk kiegészíteni még, hogy segítsünk az embereket. Tehát akkor ebben gondolom, hogy nincs elemet, és senki, hogy ebben a pályázati programban részt vegyünk. Egyetértek ezzel? Kérem, hogy ezt készben tartásra jelentétek. Most a szociális pénzügyi programban. És akkor befejezésül tényleg írt ide egy alapítvány a apránként, az aprókért közhasznú egyesület, autista gyerekek megsegítésére, egyesület munkatársai felelősséges együttérzések segítésére, olyan hátrányos helyzetben lévő autista gyerekeknek, akik minden napét is veszélyeztetik, a nem megfelelő fejlesztését. Pontosnak tartjuk, hogy a kommunikációkat elősegítve ne csak lássák a szavakat, hanem hallják is, így tudják képpel összekötni és majd tudatosan használni. Tehát eszközöket akarnak venni magyarul és erre, hogy ezeknek a gyerekeknek a fejlesztés és segítség, ez az alapítvány ehhez kér a anyagi támogatást. Ahol is a gyerekekről van szó, tudjátok, hogy miről beszélünk. Hát nem állunk túl jó anyagilag, én szerintem egy elképes összeggel, egy 5000 forinttal gondoljátok. De az sem tudja, hol van ez a hely? Eljön. Budapest. Friedman József apránként az aprókért köszönhető egyesület. Más nem látok rajt a Budapest bankrán számlatában. Tehát magáért az ügyére gyerképes összegre gondolok semmiből, mert nekünk, én úgy gondolom, hogy itt a kórház környéki, meg a elsősorban az alapítványokat kell, és az általában ki is tesszük magunkat, de gyerekekről van szó, és tényleg szerencsétlen egy én javaslom 5000 forintot egyetértek, aki 5000 forintot, köszönjük szépen. Megkérdezem még, hogy akkor a mai ülés napirendjeivel, vagy egyéb bármivel kapcsolatban van egy kérdés, vélemény,
mert ha nincs, akkor lezárnánk, és akkor az átkérdésünk a egyéni kérelmeket és segélyeket. Van kérdés, vélemény? Nincs, akkor megalapítom, hogy végig haladtunk a napi rendeken, és akkor befejezik a mai ülést, illetve az április előtt.